Üdvözlünk újra minden kedves nézőt itt a Magyar Sport TV csatornáján. Folytatódik a Sensei Sports és a Shanghai Emperors küzdelme. Jelenleg 1-1 az állás. És ez a Decider Map. Overpass. Megint csak késsel fogják eldönteni a fiúk, hogy ki melyik oldalon szeretne kezdeni. Jobban kezdenek a magyarok. Paradox még szépít. De ennek itt a vége. Úgyhogy el is dönthetik az első szó jogán, hogy hol akarnak játszani, hol akarnak kezdeni. Ebből pedig ugye stay vagy switch parancs létezik jelen pillanatban. Vagy én nem látom, vagy még nem érkezett meg a stay, hogy mondjuk CT-ként szeretnének-e kezdeni, vagy esetleg a switch. És természetesen továbbra is itt vannak kollégáim, Bondedi és Kis Magyar. Hello! Hi! Na. Stay parancs megérkezett Fleef-től, úgyhogy akkor CT-ként kezd. Kezd a Sensei. Lássuk, hogy hogy alakul az első pisztolyos körük. Egyébként könnyen lehet, hogy... Ugye most én arra tippelek így látatlanba, hogy az Inferno az kompletten egy bemelegítő pálya volt a magyarok számára, tehát mintha ma nem is játszottak volna még csét, és akkor így feljöttek, Infernon egy kis bemelegítés volt, és Mirázsra pedig összeálltak. Lássuk, hogy ezt a teljesítményt, amit az előbb láttunk, át tudják-e menteni erre a pályára. És hasonló a lehengerlő, végeredmény születik, illetve játékot mutatnak, vagy pedig egy picikét vegyesebb lesz az első és a második mérkőzésből, és tényleg izgalmasabb Decider mapre kerül sor. Ez még a jövő zenéje, még nem tudjuk megállapítani, Fleef halálából semmiképpen sem. Az biztos, hogy a ték nagyon gyorsan bementek most, és azonnal kiosztják. Alex duplán tud fregelni, ráadásul a bomba az lekerült. Mindentől kezdve Paradox, itt megremegett a kéz, kicsit Raptor volt, de végül csak betalált Coolio-ra is. Mustang egyedül 1v5-ben. Ottan két fejes is még újra tudna tölteni, de ezt már Nitroz nem hagyja neki. Úgyhogy megvan az előny a görögöknél. Elég erős kezdés egyébként a görög csapattól. És hogy megnézzük, Paradox már most többet fregelt, mint Mirázson az első fél időben. Ez már egy jó jel, hogy hogy nézve. Hát nekünk rossz, de a görögöknek jó jel, viszont... Nem, hármat lőtt végül egy fél időben, vagy kettőt, de azt tényleg, hogy nem sokkal lőtt? Többet, nem sokkal igen, többet, egyébként. Mint a jelenleg, úgyhogy a megállapítás az némileg jó volt. Köszönöm szépen, Robert. Hát, 5 darab UMP a Shanghai-nál, a görögöknél. És ugróznak flessék. Egy látjuk jelen pillanatban. Igen, ugye amúgy a pisztolykörnél is ez volt, hogy kitologatták a sarkakat, ugye nek most meg is van az eredmény, ugye Fleef-nek már is megvan az entry, viszont Paradox visszalőtte Mustangot, és ott akár Flashy is áldozatául eshet. Így az ember előnyt a Shanghai megszerzi végül. Coolio itt fog találkozni Paradoxszal. Ezt, hogy Paradox az UMP-vel nincs fegyelmet állított Coolio-nak. Nekem sikerült megmenekülni. És mennek szépen áfelé, ott Fleef és Bodito várhatná őket, de mint a rosszul olvasnál kicsit ezt a kört, Fleef marad itt, ott egy fejes, ami beakad. És itt ennyi marad, ennyi babért terem Fleefnek ebben a körben. Bodito zárt vissza, pedig milyen jó poziban volt ő is, és ott lett a második kill, meg is van. Illetve itt a visszafoglalásban második pontosabban, Justin. Bodito 1v2, mert két jól irányzott fejlővéssel meg lehetne ezt a kört, jó, hát könnyebb kimondani, mint megcsinálni, ez egyértelmű. Paradox, nála viszont beakad a fej, így 2-0-val mehetnek. Hát Paradox, na most tényleg azt lehet mondani, hogy megduplázta ebben a két körben Mirázs első fél idei teljesítményét. Azt én, hogy ugye Inferno nagyon jól teljesített, és akkor ugye overloadolva volt a második pályán, és most pedig újra felkelt, szóval kellett neki egy mappihi. Közben egy közérdekű info, ha már Dél-Kelet-Európai Bajnokság. Egy csapat már biztosan ott lesz Szófiába egyébként. League of Legends-ben a Team Horizon Reapers megnyerte hivatalosan is a
az A csoportot, így ők garantált továbbjutói. A... Na hát ezúton is gratulálunk nekik. Lóvás. Idolban már lesz képviseletünk. Most már csak Cségóban kéne. Na most, hogy lezajlottak a kötelező iskola körök, ugye a pisztolykört követően végre a Sensei Sports bevásárolhatja a fegyvereket. Vagy pedig nagy valószínűséggel így van, 5 darab M4-es lesz. Ugye a Shankai-nál például a Mach 10 pakvágányra kerül, és inkább az AK veszi át a helyét. Hiszen jóval nagyobb megméretetés vár. Na hát legrosszabb esetben most, ha elveszíti a Sensei ezt a fegyveres kört, akkor ugye 5-0-ig elmehet a Shankai. Ezért kritikus most ez a kör, mert ez nem csak egyet fog önmagában érni. Már is mennek ugye az alapspotoknak a szétdarálása, tunkolása. Illetve az első vonalas gránátok eldobálása. Próbáltak a srácok egy kicsikét deríteni. Itt Fleev, illetve Kuiwan, de vissza kellett vonulniuk, és Mustang óriási fejest kap. Egyébként megint már nem először fordul vele elő, hogy nagyon kevés HP-ra sebzi ellenfelét, és úgy veszíti el a párbajt. Nem baj, ez egyszer jó lesz majd. Tehát ha majd be kell szépen darálni, mondjuk füstön keresztül, vagy bármi, akkor jó lesz ez. És vonulnak szépen A felé, ahol a Coolio és Fleev várhatja majd a T-ket. Hát nem lesz egyszerű, szépen jön vissza most már Flash is. Jól olvassák ezt a CT-k. Fleev tesz ugye az első killt. Megvan Coolio. Mindenket tanultak egyet-egyet, de ez így kevés. Hát Bodítónak kell megoldani, aki már... Ugye jön, lassan, de biztosan... Bomba biztosan le fog kerülni, és lesz egy darab vakító gránátja. Nem lesz ide felhasználni. Nem szeretné elárulni a pozícióját. És Nitroz nem hallotta meg, hogy itt ellépte magát. Nem volt nagyon nagy ellépés, de azért át oldalba fogják így lőni Bodítót. Nem? Nem? Nem! Pont elnéztek egymást, mert Jézusom, ez a game. Meg kéne fordulni Bodi. Nagyon szép. És számít-e karára? Hát nem lesz idő, tehát igazából ezt már karra valószínűleg megnyílik. Igen. Időben kell kihúznia. Hát nyugvenyelősen, de megszerezte a negyedik köret is a Shankai Emperors. Sajnos nem sikerült. Egy veres kör, de hát ugye... Érkezik a rávásárlás a Sensei-től. Mely egyébként pisztolyokban, illetve egy új MP-ben mutatkozik meg. Még egyébként paradoxnál ott a P90. A jó P90 előkerült. Nézzük, hogy nem áll meg. Ő le nem veszi a kezét a W-ről. Meg is van neki az első frag Mustang személyében. Politnak kellett valamit alkotni, de ő is meghal végül Nitroz által. Kulióék érkeznek átkötőből, és Kulió már is kapott egy fejest, amivel fél HP-n van. Vagy fél HP-ra került. Bomba ebben a pillanatban. Élesítve lett. 5v3-ba kell visszafoglalni a Sensei-nek. B-site-ot, ami egyelőre néz ki, hogy nem sikerül, bár sikerülhetne, hiszen Coolio-nak sikerült megölni a karát, viszont az a hege el fogja vinni Coolio-t. 2-3-ra, annak két HP-val rendelkező játékos a Sensei-nél. Flash is meghal, és így végül Fleev egy új MP-vel. Nem túl jó hír, nem túl jó hír, hogy ilyen jól kezdett a Shankai Sports, ugyanis hát utóbbi mérkőzéseik során a Resistance ellen 7 kört hoztak Overpasson, ahol szintén egy Decider pálya volt. Akkor az Invictus ellen első pálya, Invictus mapja, ott 9 kört hoztak. Most ugye kifejezetten csak a SEC-nek a mapjait nézem, amit ők játszottak. Tehát nem túl jó. De hát most nyilván ez is rendelok, hogy ezen a szinten, ezen a tier 2, tier 3 szinten a leginkább befolyásoló tényezője egy mérkőzésnek az az aktuális napi teljesítmény. Hogy éppen megy-e nekik azon a mérkőzésen, vagy nem megy. Éppen a Game Sense az elkapja őket a flow, és akkor a Game Sense az tökéletes. Ha meg nem, akkor meg rutinból kell ugye játszani. Hiába van ember hátrány, azért ez a téknek ez még mindig jó körre lehet.
nem sietik el. Próbálják azért a CT-ket folyamatos. Most például ugye itt bedobták a molókat B-re, meg a füstöket, mert a füst még nem jött. És közben a bomba viszont meg már A hosszú megy el Justin kezében. Most minden, hogyha valaki itt lett volna egy AWP, és akkor mit csinálnak? Jó, mondjuk ezt már valószínűleg feltérképezték ahhoz, hogy tudják, hogy nem volt ott senki, csak azért így egyedül koricálni a bombával nem igazán ildomos. Fordítanak B feléje, vagy marad inkább az A. Úgy tűnik, hogy marad az A. 20 másodpercnél most már nem is nagyon lett volna idejük. Coolio tud fregelni. Coolio elhullik. Fridet meg kellene úgy kiszállni a körbe, hogy nem a legalább egyet. Megvan. Ez így még mindig kevés. Megint volt itt a szinte ugyanaz a forgatókönyv, mint korábban láttuk. És pont lesz ideje egyébként a... Ez hihetetlen. Lefészelik Bodítót. Pont úgy állt be a srác, hogy felérkezel, akkor most ott volt előtted, tette a bombát, már az is meglepő volt, meg ott volt még az a srác, és egyébként, hogyha nem tudja Bodítót lefejezni, akkor ott nagyon megszívták volna, mert még éppen plantolt a srác, tehát nem tudott volna visszalőni. Nagyon rizikós volt a görögök játéka, maradjunk annyiba. Igen, egyébként nagyon rizikós volt, viszont megvan a kör, ugye a legnagyobb sajnálatunkra. És így most valahogy azt a pisztolykört kellene visszahozni, amivel kört sikerült nyernünk Infernon például. El is kezdte Bodító a fregelésetnek a sorát, hiszen megölte Alexet, viszont Kara már is visszalőtte. Úgy néz ki, hogy Flash is sem maradt sokáig az élők között. 3-4-re az ember előny már is a Chankai Emperor kezében. Lesek ez a már is kiakadását jelezte. Hogyan sikerült eltalálni a fejét. Középként úgy néz ki, hogy a sánkályosok szájtot cserélnek, hiszen ugye eddig úgy nézett ki, hogy alfele mennek, viszont most jelenállás szerint B-t próbálják meg ostromolni. Justin-nak sikerül is megölni a Mustangot. Bomba pedig másodperceken belül le fog kerülni. Flash érkezik hátba, Justin pedig nagyon szépen letartja az hátat és meg is tudja ölni, ja, bocsánat, Flea-vet. És végül Coolio is elhalálozik. 7-0, túlságosan is erős kezdés a Chankai Emperors részéről. Sensei-el pedig nem tudom, hogy mi van. Hát, ha eddig is mix volt, akkor most még inkább mix. Tehát Bocó is játszott már ugye velük, meg hivatalos mérkőzéseken elég sok srác be van adolva az akkuntjukba. Ugye a Mehete csapatakba, igen, Coolio is többek között. Hát ez ilyen, tehát... sajnos egy rögtönzött mixnek. Ha csak a játékos egy nem nagy a... Fleeves! Az szép volt. Azt úgy adta. Most így hirtelen nem emlékszem, kilógott a fegyvercsöve? Nem tudom egyébként, mert én láttam rendesen. Akkor csal. Akkor tuki csal. Nyilván csal, így van. Bégezzük meg. Ez egy paradox, tudom, amit csinálni Mustanggal átkötőben, nem igazán. Lehet, hogy itt van az első kör Sensei-nél. Hiszen Justin egymaga már nem nagyon tud, vagy fog tudni tenni akármit is. Négy ember ellen, így van, Bodító végül befejezi a kört. Azért kellett ott Flea-nak a duplája egyébként, mint egy falat kenyér körülbelül, annyira. Igen, kiagróztak hosszum. Az első kill az viszonylag tisztán jött. Aztán utána így gondolt egyet, és miért is ne? Belelövünk a falba. Minden esetre nagyon szép volt. Ez kevésbé. És egyedül hagyták Bodítót ám. Mindenképpen annyira rizikos. Nem támadtak eddig ára, hogy hát egyszer, bocsánat, B-n hagyták egyedül, tehát fordítva, sikerült megkavarnom szájtokat, szóval B-n hagyták egyedül Bodítót, és annyira nem támadtak gyorsan még ugye B-re. Azt mondták, hogy srácok,
Modító elmész, néz körül, mi pedig szépen WC, kitoljuk, hosszú út, stb. És most már viszont visszarendeződtek, de továbbra is ám van a hangsúly, mert látjuk, megint csak, nem, most átkötőből szépen vissza fognak menni a levére. És látszok, nehéz ezt megmondani, több szintes pályán vagyunk. Nitrous Coolio-val végez, és de jó nekik a metró. Most megy ellen, vagyis Bén. Bodító duplázni kéne, nagyon szép Bodító, ott a bomba, infúzik, ó, infúzik is Bodító, hogy ez bizony egy B támadás, Mustang és Fleev. Bomba lekerül az összes. Mustang zsebzi Justin 48 HP-ra. Most érkezik még csak meg Fleev. Hát Mustang nem sok mindent eltett ebben a helyzetben, sajnos. És zoomolgat Fleev, meg hát lő is, tehát pontosan tudják, hogy mi a pozia. Aha, Paradox 2 HP nem volt meg falon keresztül, eltalált őt Fleev. És 8-1. Úgy tűnik, hogy a nemzeti 8-1 az visszatérő motívum. Megvolt az előbb a Senseinek. Most megvan a Shanghainak is. Egyébként az a rossz hírom, hogy ha a görögöktől kikap ez a Sensei, akkor garantáltan nincs visszaút. Akkor nem fognak kijutni a Délkelet-Európai Bajnokság nemzetközi playoffjába. Már pedig erre jelenen lesz szerint egyébként egyre több az esély, sajnos. Na, és közben Fleevet, én személy szerint most Fleevet néztem, és ő már kerül, tehát biztos információ vannak arra, hogy ez nem feltétlenül lesz A. Nem, viszont a bombát elhagyták a sánkályosok, tehát azért ott gond van, de közben Fleevnek sikerült lelőni Alexet. Így már is kettős ember előtt alakít ki magának a Sensei. Közben átkötően is lett Smoke-ol, viszont Nitroz túljutott még éppen Fleevnek a golyózáporán. És így megszerezték a bombát, így most már tudnak mondjuk B-re menni. Azért lesz érdekes, hiszen két ember ott fogta B-szájtot, de most már csak egy, ugye karajat Nitroz nagyon szépen tud fegelni, és Flashy nem tudja megakadályozni a bomba lerakását, csak lelassítani. Hoppá, közben Coolio a 5-7-nel. Nézzük Justin vagy a 4v2-re mit tud tenni, itt semmit, hiszen Fleev hátba lövi. Szóval 2-8. Kell az két AWP egyébként? Lehet. Hát egyébként igen, egy hosszúra, egy meg mondjuk ott csőhöz, monster, bocsánat. És most nézem, Robi, hogy lemaradtunk a 8-1 megemlítéséről. Nem maradtunk le, csak te maradtál le, ugyanis én mondtam az előző körben. Hopp, akkor viszont my bad. Kalandoztam itt. Na nézzük, hát Bodító. A két AWP-re egyébként, hogy merre fog menni. Hát Bodító B-re viszi, ugyanis eddig is ugye B-n volt. Fleev pedig, ahogy korábban láttunk temetőbe tőle. Temetőbe viszi, igen. De egy temető. Elejti zsurnál. Ezt nézte Nitrosz, hogy oda felugrik a valaki. Az egyébként megha a Coolio is, kettős ember lenni a Shanghainál. Egyébként sohasem láttam egyébként olyat most ezen a pályán, hogy mondjuk ilyen nagyon kiérezett lett volna egy kör, hogy egy-egy-egyes fregedek, inkább ilyen egyből valamelyik csapat a kettő közül mindig bekezd kettő freggel. Igazából onnantól kezdődnek el a párharcok. Nem feltétlenül nagyon kiérezett körök történnek. Na nézzük, hogy ezzel a kettős emberrel ugye mit tud csinálni a Sensei. Erre úgy néz ki, hogy semmit, hiszen a sánkályosok még csak most indulnak el. Ugye addig nem igazán mutatják meg magukat. Eddig is áttámadtak, tehát valójában a Sensei be is stackelt, be is jólózhatta volna az, hogy hárman vannak egy lerakón.
De lehet, hogy tudatosan kerülték el őket, és a következő körre mentik ezeket a fegyvereket. Így van, viszont mondanám azt, hogy nagy gond van, hiszen nyerték-bukták szituációba kerültek a CT-k, viszont van három fegyver, amivel azért már tudnak gazdálkodni. Hiszen most, hogyha már többségben vannak a fegyveresek, akkor simán rá lehet venni. Azzal már nincsen probléma. Viszont 2-9, ami azért eléggé aggasztó. Magyar csapat részére. Na nézzük. UMP-k teljesen korrekt egyébként. Flashnek még egy M4 is jutott. Nincs itt semmi gond. Tényleg el kellene kezdeni tápászkodni. Tehát most a legjobb szendék beszél belőlem, srácok. Akármennyire is lehet ezt a görög csapatot lenézni, vagy nem lenézni az előző pálya alapján. Lesz egy bizonyos szint, amit már nem fognak tudni elveszíteni. Nem azt mondom, hogy ez a 9 kör, ez az. De hát igyekezni is kell, hogy ne nagyon tudják növelni a köreik számát. Kettő a három gém. Jelenleg így néz ki a védekezés. Továbbra is azt a lerakót védik többen a srácok, ahol nem nagyon láttunk eddig, két körben, hogyha láttunk eddig tét, és ott egy szép kis boost, flash, hallja, és body pedig. Egy jó kis pixel shot, karára, így kell ezt csinálni. Tudjuk, hogy flashi elkerülte a találkozást. Na nem, itt vesz, paradox. És pont elnézett. Így kell ezt csinálni. Ez egy nagyon szép kör Sensei-től, az lenne a legjobb, hogyha nem is halnának meg. Egy V4-ben Justin. Vodító sebződik le 15 HP-ra, csak ugye Flash itt van. Ha esetleg utána szeretne szaladni, akkor ezt mindenképpen látni fogja a magyarok csapatkapitánya és irányítója. És hátbe is lövi Justint. Ezzel pedig megvan a harmadik kör a magyaroknak, ez egy nagyon fontos körszám, és egész nyugodtan lehet akár 6, nem akár, hanem kellene az a 6-9. Tehát még zsinórban 3 kör. És hogy láthatjuk, azért 8. kört hozták a magyarok, a 10-et, a 12-et. Mindegyik körbe beszúrtak egyet-egyet a ték. Hát, igen. Úgy ítélem meg, hogy most akár sorsszerűleg ez a Shanghai köre lehetne. De mondjuk nem úgy, hogy karának nem maradt fegyvere. Hát egy P250-nyi maradt, még gránátok sincsenek. Ura egyébként. Hát így jött ki. Szomorú. Szomorú, de kinek? Mi nem hullok. Na hát igen, kinek ugye. És Justin sosem nézem. Na ez milyen timing tényleg. Hú, egy szép válasz bodítótól, az nagyon kellett, de így is azért 70-es ezért, és Flashy pedig nem tudja megakadályozni Flash, hogy bemenjenek. De akkor a Nitros pedig elváltja magát, még így is le tudja bodítót lőni. A bomba le fog kerülni, vagy le kellene, hogy kerüljön, de hol a bomba? Úristen, megy vissza B-re, micsoda bait. Menjen vissza B-re, ahol Mustang most megölt a paradoxot, jó? Inkább akkor maradunk az ellen, de most képzeljétek el, hogyha itt lett volna, már milyen régen lenne a bomba pakolva. Így viszont Coolio, Mustang és Flash visszaérkezhetnek. Lehet még idejük. Mustangnak el kellene indulnia. Hát nincs sok idő. És Mustang is volt, nála van a Diffuse Kit. Meghal Coolio. Ahogy kidugta a fejét, azonnal repült. A golyó. Flashy közben beindult, megvan neki Alex, 2-2-re van a visszafoglalási szituációban. Nézzük, hogy vajon Flashy tudja fedezni a diffuzoló játékost. Mustang meghal végül, így Flashyre hárul a feladat. Egy HP Nitróznak. Fel kéne venni a defkitet, felszedés, megvan. Meg lesz a kör. Ez megvan. Ez egy imát mondjunk el, megvan, így van. És értem, hogy miért nem bíztam benned, Robi. Hát én sem.
Igazából a görög játékos rontott el Nitroz, mert hogy ugye ráfékelt Flash, de ha kicsit ugye, közel helyezkedik a falhoz, akkor ő hamarabb látta volna Flash-t meg, amint kinéz, ugye a fegyvercsöve miatt. És még akkor is lett volna ideje ránézni a bombára, hogyha szedi. Szóval kicsit elizgult a talán a görög játékos, nehéz helyzetben volt az AWP-vel, az biztos, de legalább kört tudok csinálni a sensei. És érkezik egy gyors push. Úgy tűnik, hogy ez működik. 6 és 12 HP-val, így van. És végül lesz, hogy ebből mentés lesz, a szenszelyesek már futnak végig hosszum. Egyenesen játszótéren keresztül, ahol szerintem megállnak. És így igazából tudják keresztbe fogni, egymást védeni. Paradox Tembila vérével is érkezik, szép lassan, de egyébként Nitroz sem tudott bírni. Hát az utolsó szenszélyes játékossal. Hát elvesztettük a fegyvereinket, amiket nem jó, igen, baromi rossz hír. De előttünk még egy embert pluszba. Hát nekik aztán tök mindegy, mert fegyverekre hát nekünk tett volna szükségünk. Persze, de azért annyira pénzük nekik sincsen. Hát így a 15. körre. Hát jó, igen. Hát ők összesporolták maguknak az AWP-t, az alkát, amit csak akartak. Nekünk pedig milyen jó lett volna még az az AWP. Na mindegy. Next time, akkor pisztolyokkal és UMP-kkel kellene. Szép Mustang. 19 HP-val vissza is tud jönni. És ott érkezik rám. Hát igen. És nincs refregelés. Meg aztán végképp nincs. Hát ebből 11-4 lesz. Nem hiszem, hogy ezt most már Coolio vagy Bodito meg tudná. Bár ne legyen igazam. Nézzük Coolio vagy a 5-7, de mit tud tenni. Az is, hogy Alexet meg tudja ölni. És Nitrozra viszont már nem biztos, hogy marad kapacitása. Ebben a pillanatban le fog kerülni, Bodito meghal, aki érkezett volna hátba. A bomba harmadik próbálkozás, ám de lekerül. Ezt pedig már előre gratulál is a fél időhöz. 4-11-jel fordulnak a sánkályosok. Hát itt egyébként most minden körre szükség lesz a második fél időbe. Sőt, a Science-nek nyernie kell nagyon erősen a pisztolykört. Hogyha akarnak még ezen a meccsen valamit is összehozni. Igen, hogyha az iskola köröket az Shanghai Emperors abszolválná, valami oknál fogva, akkor 10 körös differencia alakulna ki. Hát ez kimondva is sok. Nemhogy még látva. Lenne egy ilyen fontos tétmérkőzésen, ahol hát kvázi az dönti, hát igen, a Sensei-nek a sorsára dönthet. Na. Flash úgy tűnik, hogy behívott egy kört. Én nem is irányító, shotcaller inkább. Fleeve. Paradoxal végez, nagyon szép. És ott viszont ott a Crossfire, Alex. Azt se tudják, hogy mit nézzenek. Coolio nagyon szép dupla fejessel tud válaszolni. Kara visszavonulót fúj. Milyen okos. Van diffuse kitje, minek? Próbálja meg fightolni. Elég, hogyha csak jobb poziból várja az érkező téket. Ej. Bodito. Nála a bomba. És a magyarok remény sugara ő lehet ebben a körben. Meg kell oldani mindenképpen. 1v2. Oh! Ott van, arról van szó, elkezdődött. Justin. Hullik el. Kara. Van füstje, van diffuse kitje. És már attól félek, hogyha csinálna egy olyat, hogy rádobná a site-ra és megpróbálna, hogy azonnal szedni. Hát akkor nagy bajban lenne Bodito. Ha nem lőné fejbe esetleg, hanem... Igaz lesz, nem ez lesz. Kara az... Menni kéne, srác. Na, Bodito! Jaj, Isten, és le van húzva. Jó, azt hittem, hogy le van húzva az a fej, de...
Csak beakadt végül. Le volt húzva az a fejjel, és kezdte leszedni a hangtompítót. A fegyóról, nagy szerencse jól bolytnak, hogy lehúzta a pisztolyát. Hát azért megállt bennem az ütő, nem mullott sokan. Nem, hát nem egyébként, főleg, hogy körülbelül másfél másodperc volt hátra a felszerelésből. Szóval ugye volt diffuse kit, na nézzük! Vajon most a sensei valamit kezdeni ezzel az előnnyel. Mert a fegyverekre gondolva. Előnnyel, vagy esetleg Shankai kisebb rávásárlással és a nagyobb beruházással megtöri őket. Nem! Ugye ezt, hogy a sensei egy dupla entry-vel kezd. A sánkályosok már is meggyengültek, hogyha a védelmüket nézzük. Kara is végül elhalálozik Flea Valkánja által. Alex, illetve Justin maradt a ketten, mint az öt vérszomjas terrorista játékossal szemben. Ugye egy a 1B fogás, klasszikus, hogyha ketten élnek. Néz ki, hogy rá fognak zúdulni Alexra a T játékosok, mind az öten ráadásul. Hopp! Borító előtte flasht. Viszont úgy lesz, hogy ki is javított a hibát, hiszen megölt Alexet. És végül Justin egy Desert Eagle-t és egy kis kavót kiment, mert próbál kimenteni. Így az állás 6-11. Igen, zárkóznak a magyarok. Szükség is van rá. Hát figyeljetek, gyerekek, már csak 10 kör. Nem is rossz, már csak 10 kör. Ekózik a Shanghai. Ennek a körnek ennek kötelezően meg kell lennie. És addig megnézzük azt, hogy a többi, konkrétan a Resistance, az... Mi lett a második mérkőzésükkel? Netland elején játszottak még a sensei után, és őket is megverték. Ráadásul jobban, mint minket. Ugye ez a 18 órai mérkőzés volt, amit nem tudtunk adni, mert felsőbb utasítás érkezett, hogy csak az angol kasztot szeretnék azon a mérkőzésen, úgyhogy hiába volt betervezve, hogy adjuk a sensei versus resistance mérkőzést, az emiatt elmaradt. Tehát 21 órától már itt vagyunk, és a görögök elleni mérkőzést azóta rendíthetetlenül kasztoljuk nektek, és a srácok is reméljük, hogy a comeback-et rendíthetetlenül végrehajtják, végigviszik, és aztán meg is nyerik ezt a mérkőzést. Ezzel pedig, ha minden igaz, akkor a Resistance minden mérkőzését letudta, akár csak most a sensei ezzel a mérkőzéssel. És akkor hanyadik helyen vannak? Ez most fontos lesz, mert a Resistance harmadik helyen. 4-3-mal. Mínusz 10 a körkülönbség. Hát a sensei most nyer, akkor szintén 4-3 lesz, és pluszban kellene, hogy legyenek a köreink, és akkor viszont megelőzzük a Resistance-t, akkor harmadik helyen tovább juthatnánk. Na jó, meglátjuk. Ez meg itt van az Invictus, akiknek meg pluszos a roundjuk, és ők 3-3-ban vannak. Nehéz lesz ez így. Hát az a baj, hogy nem kellett volna olyan... Hát a Resistance meg kellett volna verni, meg ezt a csapatot is meg kéne verni. Így indult ugye a mai nap, hogyha ez a két win megvan, akkor az biztos továbbjutás. Na, megvan a 8. kör is, nagyon szép. Haladunk egyébként lassan. Exit legelnek a srácok, mármint a görögök. Ami SK persze... taktikot játszanak egyébként, amit ugye Fallen erőltet állandóan, hogyha nem van a bomba, és már tudják, hogy mennyire a kört, akkor akármennyi fegyverükbe is kerül, de nem akarják azt, hogy akár egyetlen egy fegyver is maradjon az ellenfél csapatának. Ez így van, Nitrosz, illetve tudják kapni, ez a nagy kérdés. Épp hogy nem. Jézusom. Pár százalékon múlt. Hát valóban nem sokon múlott.
Zárkózunk, hát mindjárt 9-11 lesz, tekintve, hogy nem vásárolna Shanghai eSports az OK mellé, így szinte biztos. Mennek szépen A-hosszún, a klasszikus A-hosszús. Hát lehet kell darálni a srácokat, egyébként az, az igazság, hogy a CT közben ott várták őket, de hát mind hiába. Nitróz, hosszú egy kill, ott a második, nagy nehezen azért beakad. Egy V5, egy V5 lehetőség Nitróz előtt, illetve hát definíciószerűen nem pont egy V5, mert társa még itt volt, mikor revelt, de mindegy. Mind az öt játékos törhető meg, észelhetne akár Nitróz, ha megpróbálna ezt a kört, már jelen pillanatban, hogy láttam, azért inkább csak rátart, hát ha befut valaki a célkereszt elé, nem próbál meg ő első lépéseket tenni. Tehát az is lehet, hogy az AK kimentésére és a biztos exit fregekre utazik a kör helyett. Egy az állás, majd még nem, de annyi lesz. És egyre jobban azt érzem, hogy a Shankai valahogy leeresztett így a második fél időre. Vagy lehet, hogy egyébként a Senseinek áll jobban a támadó oldal, és inkább ott tudnak kibontakozni, míg a Shankások pont fordítva. De lehet, hogy például hogy mind a kettő igaz egyszerre. Akkor így kiengyenlítettek a dolgok. Nézzük, érkezik a vásárlós kör, ismételten a Shankainál. A barátok már megint egy pisztoly jutott. És Mustang pedig próbálja áttúrni ezt a bizonyos wallbang spotot. Tehát ugye annó Olof tudott még eltúrni. Nézzük, érkeznek itt közben a párharcban történt fregek. 2-4-re végül a bomba lekerül, Paradox, illetve Nitróz maradtak ketten. Nekik kellene megoldani ezt a kört. Leave. Elfejelte Paradoxot. Nitróz pedig ellőtte Fleevet, és így egyedül kell kimenteni azt az AWP-t, úgyhogy három ember közben már a bombán se ül. És inkább vadászik rá. Nitróznak megvan flash, így már csak két emberrel kell szembenéznie. És úgy néz ki, nagyon is, hogy 10-11 az állás. Nitróznak nagyon jó game sense-e, és lássuk, hogy Mustangra. Hát, hogy nem néz rá Mustangra. Mustang viszont nagyon szépen fejbe lőtte. 23-3-11-es a statisztikája. Jelen pillanat a Shankai AWP-sének. Rá nem lehet panasz, az biztos. Ahogy body túra sem. De most érkezik a magyarok zárkózása. Tehát 11-11-re jöhetnek fel. Végén pedig úgy tűnik, hogy mindenki B-re fog menni. Erről van szó. Hát ez lehengerlő támadás téktől. Itt van még Alex, aki egyet ugyan be tud szúrni, de ennél többre nem képes. Itt Rose megint egyedül, úgyhogy újra mentés mellett kéne, hogy döntsön. És srácok, szép flip, kiugrasztottan itt Rolls, talán viszont nem tud rátartani. Nincs diffuse kit. A CT-nél működik, működik valóban ez a, ez a nem túl gondolt. Szaladjunk egyenesbe. Esetleg egy-két akitót eldobunk pattintva, popflashként. De ezen felül nem volt ez túlságosan túlspilázva, nyilván egy mixnél ezt nem is lehet elvárni. Szóval 11-11-re módosult az állást, és innentől kezdve tabula ráza. Annyi kivétel azért van, hogy most már a Senseinél van a hát egyrészt a pénzmenedzsment előny is, tehát a sok pénzük is van, és a mentális is, hogy bizony mit ápászkodtunk fel a földről. Itt vagyunk már a nyakatokba, innentől kezdve pedig le is hagyunk titeket, és kört sem adunk nektek, ezt érezhetjük a görögök. Hárman kezdve megindulnak a hosszum,
rossz pedig pont most fog kinézni hosszúra, szóval itt akár még fregre is akadhat. De... ketten azért ott maradtak B-site-on, mert a B-site mellett ugye Mustang tudott már is fregelni, illetve Nitrodnak is elcsapott az AWP-je. Úgy néz ki, hogy ez a kör egyelőre a Sánkájnak kedvez emberügyileg. Emberszám ügyileg. 2-3 a bomba lekerült ebbe a pillanat a bodító által. Indul a visszafoglalás. Ez még simán meg lehet, srácok. Ketten érkeznek. Egyszerre, egy helyről. Lesz, meg is van bodító. És így Coolionnak maradt. 1v3 Coolio. Így van. Hajrá, az első lövésbe akad és nagyon szépen be van szokolva. A fej viszont mind a kettő kinéznek rám. Nem szedi a bombát Alex, hanem bizony ő is rátartott, hogy biztos. Mi az a biztos? Ketten belőjük. És bár nem volt diffuse ki, de még így is volt bőven idő. Úgyhogy a Shanghai Sports az első körét szerzi meg a második fél időben. Jó sokat kellett erre várniuk. Konkrétan ugye 9-et. Megint, figyeljetek, ha működik a gyors push, minek kérek túl gondolni? Nitroz, az a kisebbződik, és be fog szorulni WC-be, és mindenképpen el kéne kapni, nagyon fontos fegyverzet. Elmennek mellett a magyarok, ezt nem hiszitek el, gyerekek! Úristen, Nitroz meg tud ölni Coolio-t is, és hát itt szerintem nem fog még véget szakadni a görög álmok futása, így van. Budítóval is végez, te jó ég, az a miscommunication, ami itt lehetett a magyaroknál. Livet pedig ki is gránátozzák. Flash. Flash van az egyedül is már kerüljött paradox. 13-11. Én nem tudom, tehát... szomorú, hogy pont ilyenkor élet fel a Shanghai. Nem itt egy hiba volt, tehát itt nem jött át egy info csapathoz, hogy figyeltek srácok, AWP-ben volt, WC-ben, egy másodperccel ezelőtt lőttem rá, és szerintem tutira nem jött ki még WC-ből, tehát mondjuk valami ilyesmi jött, tehát most úgy, hogy valakire benézett volna, ez így nem történhetett meg, és ajajajajaj, azért nézzük, hogy van fajid a görögöknél, és bőven ismét egy gyors kör, átmegyük füstön, nem érne. És ez konkrétan egy másfél másodperc alatt lezajlott a 8 ember halt meg. Na nézzük, hogy Flashy vagy Nitroz. Nitroz vagy Flashy és... ajjjjjj. Flashy nagyon-nagyon rossz, hogy nyomta meg a space-t. És ugrott fel. 11-14. Ami egy picit fájó azért. Főleg, hogy 4-11-ről jöttünk fel, és most itt megálltunk. Ez a harmadik körjük zsinórban a görögöknek. De tényleg eddig labdába se rúgtunk. Nem, tehát most jók voltak a gyors körök, csak srácok. Tehát ez a füsten áttalom, ez is olyan, hogy lehet meglepetés, ha előtte néhány körben ment a full passzív, ugye? De ha előtte két körben tiszta agresszívak voltunk, akkor erre számítani tudnak, és nem hiába tudna. Most Nitroz nem tudom, mit gondolt egyébként. Tehát továbbra is a Rush A, Sukablia, don't stoop. Tehát most ez a kör. Jaj ne! Kettő megvan Paradoxnak, viszont Flip vissza tudta őket lőni. 3-3-ra, teljesen kiegyenlített a kör egyelőre. Kezdnek a füstölések, Flip lerakja a bombát. Az a Molotov pedig pont felfogta Flipnél. Jézusom. Ennyire kicentízve egy smoke-ot. Hihetetlen. Kezdik a visszafoglalás. Karán sikerül a füstbe megtegelnie Flivet. Egyelőre viszont úgy néz ki, hogy megindult a visszafoglalás, 2-2. Justin végül rászt a bombára. Úgy néz ki, hogy bodító végül belövi. 12-14.
fejfej mellett kezdenek haladni a csapat. A két csapat, bocsánat. Hát úgy van, hogy három körös visszatérése volt egy picit a játékba a Shanghai Emperorsnak. Viszont folyamatosan haltak. Hiába nyerték a köröket, lekerültek a bombák két körben is, egy-két ember élte túl, és láthatjuk, hogy elfogyott a bankjuk. Ezzel ellentétben a Sensei-nek nem. És innentől 13. kör, ennek a körnek mindenképp meg kell lennie, tehát nem. Ne is azon gondolkozunk, hogy ez meg lesz-e, vagy nem. Az nagyon fájna, szinte egy vereséggel érne fel, hogyha ezt nem nyernék meg. Az, hogy 13-14-nél ne essenek bele egy olyan hibába, amit például az előző négy körben láthatunk. Érkezik a vásár... Nem. Dupla Echo Shanghai Emperors részéről. Bár a második pisztolykör az inkább egy ilyen kisebb SK. Érdekes mindenféleképpen. Ők inkább megvárják azt, amíg a Sensei kiegyenlít. Nem tudtak volna, nem két játékosuk se tudott volna teljes szettet vásárolni. Egyébként nem rossz ez így sem. Kis Kevlar, Desert Eagle, láthatjuk, 5-7, ezek borzasztó erős fegyverek. Ők kezdik el a gyilkosságot. Kurio pedig várja az agresszívan érkező Nitrost. Próbált volna lörkölni, de bizony le lett buktatva. Úgyhogy ennyi volt az ember előnye a görögöknek. Ez egy jó megérzés volt Coolio-tól. Érkezik a támadás B-re. Arra pedig a Desert Eagle-lel nem tud már mit csinálni. Az állás ebben a pillanatban kiegyenlítődött. Innentől fog érdekessé válni 14, a történet. 14. Így van, mindkét oldalon lesznek fegyverek. Sőt, két AVP-re is futott a Shanghai Emperorsnak, de a rossz hírem az, hogy ha ezt elveszíti a Shanghai Emperors, akkor lesz $2900 kapnak. Abból nem fog összejönni az utolsó körre a teljes set, úgyhogy maradnak a pisztolyok kevlárokkal. Tehát a Sensei-nek következő körben lesz még esélye bevásárolni, a másik oldalon nem lesz. Ilyen értelemben a Sensei-nek most van némi előnye, amit ki tudna használni. Tehát ez olyan, mintha a döntőkörük lenne szinte. Szinte olyan. Feszült figyelemmel figyeljük mi is a mérkőzést. Tekintve, hogy a bomba szinte kezdőn van hagyva, szerintem ez egy terelés. És abból is a gyengébbik, mert bár paradox átjött, akkor most már menjünk be akkor. Tényleg ára. Egy játékosra van mutatva Nitrose, nagyon szép, jó volt, akkor mégiscsak jó volt a terelés, mert tudták húzni paradoxot az AVP-vel. De közben meg Coolio, igen, itt az a miscommunication, hogy nem tudta, hogy most akkor mire érkezett, gyújtó, fúst, és akkor banktól, és akkor én nem tudom. 1v4 bodító, meg tudja csinálni, repül az egy golyós, ott van még egy, mind a két játékosról van info. Skillből, bodító, Jézusom! Mivel? Mivel az arc? Mekkora, és fogyott összesen 5 golyó az alkájából? Jézusom! És láthatjuk, amiről beszéltem korábban. Nem futotta nagy fegyverekre, AVP-re, kevés gránáttal, UMP-kkel kell, hogy felszereljék magukat a görögök. Fú, és ja istenke, komolyan ilyen kört választanak a magyarok az utolsó körükben, Flash 1v3, 1v2-ben, és most jövő oldalba
A görög játékos, ezzel pedig hosszabbításban kell, hogy ez eltő... Hú, nem tudok már beszélni. Úristen. Tehát hosszabbításban fog eldőlni a Sensei sorsa. MR3 10K. Ó, hát... folytatja ott a Sensei, ahol abba hagyta. Bementek a srácok szépen lerakóra, annak rendje és módja szerint, és érkezni fog egy időkérés. Sőt, tehát az időkérés az már megérkezett, egy idő fog, egy pauz, szünet, meccs szüneteltetés. Hát megy a vadászat, elkeverni a fegyókat, teljesen jogos. El is fogják egyébként, Paradox már is meghalt. Mert így már csak az egyedüli fennmaradó játékos, a Skara. Aki, hogyha minden igaz, akkor Mustang alkája által fog meghalni, így van. Mustang végül egy kettessel lezárja a kört, és már is itt a pauz. Már most. Akkor ez szerint technikai lehet? Nem hiszem egyébként, hogy az első félidő első körre után egyből technikai, szóval ide, bocsánat. Technikai lett végül. Az nyeri meg a hosszabbítást, aki a 19. kört hamarabb szerzi meg értelemszerűen. What time finisher? RIP. Kis magyar pont MP4, mekkora... Véletlen volt. Félre nyomtam, ne bánts. De miért MP4? Tehát... hát minden meccsen váltogatom. Valamikor MP4, valamikor SVG, néha TXT. De amúgy... Mr. Robot fanatikus vagyok. Nagyon. De amúgy ez milyen már, hogy... LAN kávézó az így... Most az a time finish, most az mit jelent? Most be kell dobni a zsetonját, hogy hát még egy órát please, vagy pedig így bezárt a LAN kávézó, és így lelőtték az áramot, vagy? De mi a f... de ez olyan abszurd. De LAN kávézó... Hát lehet onnan meccset tolni, nem arról persze van lehet, szó. Csak most így sajnos random vagy... lejár a kredited, és akkor így kiúzzák a netet, vagy nem... De nem tudom, lehet, hogy így játszott, oda ment hozzá valaki, hogy ki kéne már szállni, mondta mindjárt, aztán kiúzták a kábelt. Mert AFK volt, meg kidobta a NoSteam logonnal szól igazából. Hű, annak a görögöknél egyébként, mert a kezükbe volt kb. Ugye ez a harmadik pálya, aztán szépen a szenzelesek visszajöttek. És végül egy ilyen, hát bevállalós A-kör. Amiből a görögök jöttek ki jobban, kellett ahhoz, hogy kiegyenlítsenek. És úgy kezdeni egy hosszabbítást első körét, hogy 4v5-ben ez kellemetlen, hogy AFK volt. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy mondjuk a szenzesek mondják-e azt, hogy akkor rollback, akkor egy előző körre az kezdődjön újra a hosszabbítás, vagy pedig egyáltalán nem lesz erről szó. Nem tudom, mennyire lesz erre lehetőség, mondjuk a görögöknek egyáltalán nem jelezték körülején, hogy ilyenről lenne szó. Úgyhogy a görögök biztos nem tudnak ilyet kérni. Bár ennek vozza a megmondhatója, a mester admin. Én addig valahogy bejátszom streambe ezt a bódító triplát.
Akarod mondani az Roberto kiakadásai legújabb részét? Ja, igen, hogy akár azt. Robi eltűnt amúgy? Hát én... Neki is leálltak a kritikai. Neki is leállt. A webkávézó. Na lássuk. Visszajátszás, pova. Nem pava, pova. Pova. Kezed, gyújtó, fűtő, és akkor banktól, és akkor én nem tudom. 1v4 bodító. Meg tudja csinálni. Repül az egy golyós. Ott van még egy. Mind a két játékosról van info. Skillből. Bodító, Jézusom! Mivel? Mit mivel az arc? Mekkora fogyott összesen 5 golyó az alkájából? Óriási. Óriási. Óriási kör volt. Bodítótól ez 1v3. Nagyon durva, amit itt meghúzott ebbe a szituációba. Maga biztosan így dobált az egy jó fejeseket. Homework Netcafé. Tényleg ugye a Netcafé-nak a tulajdonosa le akarja kapcsolni a gépeket, vagy lehet, hogy csak a gépet. Jaj, akkor bezárt a hely valószínűleg. Bezárt a hely. Hát igen, mennyi az idő? Éjfél van. Kereken éjfél van. Úgyhogy az, a tulajdon azt mondta, hogy kösz, már ennyi volt. Jaj, gyerekek, de ez annyira amatőr, de hogyha ez benne van a pakliba, akkor ilyet nem szabad megszervezni. Egyébként vicc a szituáció. Vagy nem tudom, én már igazából kínomba nevezek, hogy... Nem tudom. Vicces, de egyben elszomorító. Meg lehet mindjárt nyomok még egy replayt. Bódítanak az akciója, az túl durva volt az, hogy ne játsszuk be többször. Hát közben már flashy. Nem tud többet várni. Jó. Hát hosszas tárgyalás után, egyébként, hogyha tényleg zár a hely, akkor ezzel csak a saját, amíg lezajlott ez a kis vita, ezzel csak ugye maguknak nehezítették meg az ott létüket, de viszont akkor tényleg, tehát most a Shanghai eSports helyében én agróznék minden körben. Minden gyorsabban véget éreni, vagy így, vagy úgy. Csak a fész. Hát persze, hát nagyon más lehetőség nincsen, most itt elkezdenek passzívan játszani, meg kemperkedni, meg tehát elkezdik ezt a Navi SK játékot, akkor itt... Hát Jézusom. Hajnali 3, még itt van lesz a net kávézó. Na, we'll see. Az biztos, hogy a srácok azok lemennek hosszún, tehát nem szaroznak. De mind a négyen, parasztba elindulnak. Viszont, flashy. Hát. És ugye connector... Ból végül tudott fregelni egyet, meghalt Paradox, illetve meghalt Nitrózis. Bomba ebben a pillanatban le is került. És úgy néz ki, hogy a sánkályosok inkább kimentik a fegyvereket, hiszen pénzük nem nagyon lesz a következő körben vásárolni. Így ez a három fegyver nagyon jól fog jönni. Ezzel a többieknek a dolgát ne nehezítsék meg. Mert azért három fegyverrel szerintem már lehet kört hozni. Feltétlenül, hogyha megmaradnak a fegyverek, tehát azért
ők elég messze vannak. Ahogy látod, kis magyarok mentik is, illetve a görögök mentik, hiszen nekik már nem lesz a következő körre pénzük. Cleave az egyik játékos megpillantotta. Nem tudja belőni. Na, lesz itt mentés. Úgy tűnik, hogy igen, két fegyver marad. Valamelyik Sensei játékos már dobálja a Tech 9-eket, T-kezdőm. Most egyébként, hiszen most az utolsó kör. Hát, hogyha ezt a hosszabbítást nem nyerik meg a magyarok, akkor semmit. Tehát itt most tényleg minden a görögök ellen van. Mondjuk ők választották ezt az offline helyszínt. Valamilyen szinten előny is, hiszen hogyha együtt játszanak, akkor azért megvan egyfajta boost. Nézzük, hogy 2v3-ban. Jó, akkor legyen 1v3-ban, mit tud tenni Mustang. Tűnik, hogy semmi. Igen. Szóval azért az mindenképp jó, hogyha egy helyről tudnak bootcampelni, játszani, mert ugye tényleg jobban játszanak olyan játékosok. Tehát ez szerintem ezt nem kell magyarázni, hogy miért, ezt tudjuk. Ilyen értelemben a Shanghai Emperorsnak eddig ez az előnye megvolt. Most meg ugye ellenük fordították ezt a dolgot, mert nyilván, hogyha már fennakadások voltak emiatt, akkor nem igazán szívesen látott vendégek, bármilyen helyen is legyenek. Na az gránát volt, gyerekek, tehát ezt hol strafolhatta be a srác? Egyébként szerintem nem mind az öten net kávézóba játszott, nem? Csak Alex szerintem azért lépett, csak ő, vagy nem tudom. Mindegy, most, hogy mondtam, hogy Alex, már is fregelni láttuk Coolio a temetőben. 4-3-ra. Flash viszont jó pozícióban, hiszen meg tudja ölni Paradoxot. Így már is egalizálni tudta a szituációt. Emberügyileg viszont mind a három T-játékos hosszúról próbálja megközelíteni a lerakót. Ott egyébként szerencsésen ketten védenek, és egyedül Flash van az, aki inkább B-site-ot fogja. De fordítanak? Átforognak a görögök. Egészen hosszúról átjöttek átkötőbe, Flashy pedig hallotta, illetve hallja az offenzívát. Három alkán már is berolt, Flashynek kéne fregelni, megvan neki egy ember. Tehát a másikra is ott van neki, Justin is. És végül Alex az, aki egyedül maradt. Vajon mit tud tenni a netkávézós fiú? Hát semmit, bolító. Ráméri az utolsó lövés az AWP-vel, 18-16. Matchpoint szituációhoz kerül a Sensei. Ezt már csak meg kellene oldaniuk. Egy kör. Ennyit kell megnyerni a Sensei-nek. És akkor 2-1-es végeredménnyel megverik a görög csapatot, a Shanghai Emperors-t, és utána lehet szépen számolni, hogy tovább jutnak-e egyáltalán. Nem vagyok benne egészen biztos, sajnos. Csak ne... Hogy mondjam... Most tényleg egy szép, derítős, összeszedett kör kellene mindkét oldalon, de főleg a Sensei oldalán. És ne felejtjétek, hogy ha a Flash interjúját akarjátok elolvasni, vagy megnézni, meghallgatni, akkor az Esport egy YouTube csatornáját tudom ajánlani, vagy az esport1.hu-t, ott megtekinthető a csapat jövőjéről beszélt. Még a múlt héten, amikor meginterjúvoltuk, szintén egy délkelet-európai bajnokság mérkőzése után.
Most erre valószínűleg nem lesz időnk, mert már elég késő van. Tehát főleg így hétköznap mindenkit ezután a mérkőzés után szélne keresztünk. Paradox. Megöli Mustangot, viszont Fliv azonnal tud válaszolni. Jogos. Jogos, Magyar Esport TV YouTube csatornát kell keresnetek, azt hiszem. De az esport1.hu biztos, hogy megvan hírbe. Mindegy, megtalálják. 4v4, beérkeztek, bélerakóra a ték. Flashnek kéne megakadályozni, hogy letegyék a bombát. Nagyon szép dupla. Flashnél ott lesz, hogy a harmadik is, csak akadjon be a fej. Na nem is találta. Megvan. Nitróz. Jézusom. 15 másodperc, csak az időben kéne játszani a magyaroknak. És ott lehet, ott kell megölni, mellélő, itt a vége. 19-16. És ezzel 2-1-es összesítésben megverik a görögöket a magyarok. Hú, nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, pedig hát nem is volt egy erős csapat. Azért lássuk be, tök utolsók voltak egy csomó ideig, most azt hiszem utolsó előttiek a B csoportban. De nem számít, mert ez nem vonhat le az értékéből a győzelemnek.